Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma augusztus 18-a Lenke és Helén névnapja van. 708 éve e napon hunyt el Dzsingisz Kán mongol vezető, 184 éve pedig megszületett Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. Most következzenek a nap legfontosabb hírei egy-egy mondatban. Megnyílt az Európai Régiók Közgyűlésének nyári akadémiája. Kevés közvállalatban tartják tiszteletben Szabadkán azt, hogy három nyelv a hivatalos a városban. Az oroszok az összes almát felvásárolják Királyhalmon. Kaszás Dávid lett idén a legnagyobb paraszt Vajdaságban. Megnyílt az Európai Régiók Közgyűlésének nyári akadémiája. A hatnapos rendezvényt az idén Vajdaságban tartják. Az eseményre 20 országból több mint 100 fiatal résztvevő és politikus érkezik a tartományba. A résztvevők nemzetközi szakértőkkel, politikusokkal találkozhatnak, előadásokat hallhatnak. A megnyitón Bojan Pajtics, a tartományi kormány elnöke elmondta, a nyári akadémia megszervezése fontos állomás Szerbia európai útján. A nyári akadémia témája a regionális különbségek, valamint a szociális-gazdasági fejlődés. Hande Özsan Bozatli, az AER elnöke szerint a kiválasztott témák régiókat hozhatnak közelebb egymáshoz. I believe in the importance of the topics and I hope there will be very fruitful discussions because we have to discuss openly. Nobody can stop us here. We are free. Az AER elnökét Pásztor István külön is fogadta. A tartományi képviselőház elnöke a találkozót követően elmondta, a nyári akadémia Vajdaság tekintélyét alapozhatja meg. Meggyőződésem szerint ezek között a fiatalok között pár éven belül nagyon magasan pozícionált európai döntéshozók lesznek. Saját országukban is olyan pozícióba fognak kerülni, és fontos, hogy életszerű első kézből személyes tapasztalatot tudjanak szerezni rólunk. A nyitónapon Váradi Tibor akadémikus is előadást tartott. A nemzetközi jog elismert szakértői az egyenlőség és a különbözőség fogalmáról a tolerancia tükrében szólt. Hogyha vannak dolgok, ahol minden polgár egyenlőség az egyenlőség, de vannak olyan dolgok, amelyekben a polgárok különbözőek, mint például a nyelv, és a nyelvben nem akkor van egyenlőség, ha Vajdaságban mindenki magyarul beszél, vagy ha mindenki szerbül beszél, vagy ha mindenki ruszinul beszél, hanem akkor van egyenlőség, ha mindenki a saját nyelvét használhatja. Az akadémia résztvevői előadásokon, műhelymunkákon vesznek majd részt, valamint több vajdasági településre és Belgrádba is ellátogatnak. Ma folytatta a megbeszéléseket Alekszandr Vučić szerb miniszterelnökkel Belgrádban Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és a kormányfő előzőleg pénteken találkoztak a kormány első 100 napjának eredményeiről, illetve ez idő alatt megvalósuló vajdasági magyarokat is érintő fejlesztésekről, valamint a következő időszak terveiről egyeztettek. Elsősorban a vajdaságot érintő kérdésekről tárgyaltak, emelte ki Pásztor István a találkozót megelőzően Újvidéken. A pénzelés kérdését, a hatáskörök kérdését, a különböző költségvetési témákat, illetve hát azokat az infrastrukturális projekteket is érintettük, amelyek Vajdaság kérdésén túlmenően a mi kettőnk viszonyrendszerében fontos, illetve hát amelyek a vajdasági magyar közösség szempontjából fontosak. Ezeket a beszélgetéseket nem fejeztük be. Abban maradtunk, hogy napokon belül, vagy vasárnap, vagy hétfőn folytatjuk, ma folytatjuk, és remélem, hogy hát közelebb kerülünk egy álláspontnak a kialakításához. Augusztus 18-án ideiglenesen lezárják a külön választói névjegyzékeket az október 26-án esedékes nemzeti tanácsi választásokra. A magyarok már biztosan közvetlenül választhatják meg a nemzeti közösségi önkormányzatukat. Az MNT továbbra is arra biztatja a közösség tagjait, hogy önkormányzataikban iratkozzanak fel a külön választói névjegyzékbe, hogy választhassanak és választhatóak legyenek.
Szerbiában október 26-án tartják a nemzeti tanácsi választásokat. Ahhoz, hogy az adott nemzeti közösség közvetlenül választhassa meg a kisebbségi önkormányzatát, a legutóbbi népszámláláson magukat a kisebbséghez tartozónak vallók 40%-ának kell feliratkozniuk a külön választói névjegyzékbe. Na. A magyar nemzeti közösség, ahogy 2010-ben is közvetlenül választhat nemzeti tanácsot, a kiírást követően folyamatos lesz a külön névjegyzékre való feliratkozási lehetőség egészen a választásokat megelőző 15. napig. A külön választói névjegyzékre mindenki a saját önkormányzatának közigazgatási hivatalában iratkozhat fel. Ugyanitt ellenőrizhetik a nyilvántartásban szereplő adataik pontosságát is. Szabadkán a Városháza 215-ös szobájában várják a lakosokat, mondták el korábban az illetékesek. Az első feltétel az, hogy be legyen írva az általános névjegyzékbe, szóval, hogy szerb állampolgársága legyen, hogy nagykorú legyen, és hogy lakjon a Szabadka területén. Amely attól függve, hogy mely kisebbségi névjegyzékbe akarnak beiratkozni, attól függetlenül kapnak egy kérelmet. Ahhoz, hogy valaki beleszóljon a nemzetét érintő fontos kérdésekbe, fel kell, hogy iratkozzon a külön választói névjegyzékbe. Annak ellenére, hogy megvan a kellő létszám a közvetlen választási lebonyolításához, megszervezéséhez, kérnénk, hogy akik még nem tették, még élnek ezzel a lehetőséggel, mert csak azok a választópolgárok vehetnek részt a választáson, úgymond választhatnak, vagy lesznek választhatók, akik a külön névjegyzéken találhatók. Várhatóan augusztus 20-án írják ki az október 26-ai nemzeti tanácsi választásokat. Akkor derül ki, hogy melyik közösség hogyan választhat, elektori vagy közvetlen szavazással. Azonosította a rendőrség azt a szemét, aki elütötte Luka Jovanovicot több mint két hete a belgrádi Brankov hídon. Bűnvádi feljelentést tettek ellene gyilkosság gyanújával. A többnapos nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsított Marko Milicev, aki a bűncselekményt egy Countryman típusú személyautóval követte el. Több mint 100 rendőr keresi azt a járművet, amivel elkövették a bűncselekményt, mondta a belügyminiszter Nebojsa Stefanovic. A feltételezett elkövető kiléte ismert a rendőrség számára. Osumnjičeni je Marko Milićev, koji se tereti da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, zašto je zaprećena kazna zatvora do 8 godina. Zatim nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, a protiv 6 lica je podneta krivična prijava za pružanje pomoći učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, zašto je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. Ovih 6 lica je privedeno i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Biće privedeni dežurnom tužiocu, nakon toga ćemo znati naravno kako će dalje ići procedura, da li će im biti određen pritvor i kome od njih. A gyanúsított Marko Milićev elszökött Szerbiából és jelenleg Törökországban tartózkodik. A szerbiai belügyminisztérium kérvényezte az elfogását és kiadatását az érintett államtól. Időközben kiderült, Marko Milićev korábban a Markovics nevet viselte. Ismert bűnöző, akit korábban többször is elítéltek különféle bűncselekményekért Belgrádban, egy alkalommal pedig Stuttgartban is. Kevés közvállalatban tartják tiszteletben a több mint 10 éve érvényben lévő Szabadka vezetése által kiadott rendeletet, miszerint a városban 3 nyelv a hivatalos. Egyes cégek internetes oldalain durva, magyartalan vagy gépi fordításokkal találkozhat a látogató, már amennyiben egyáltalán van magyar része az oldalnak. Szabadkán 3 nyelv van hivatalos alkalmazásban. A város hivatalos lapjának 2003. december 12-i kiadása szerint a szerb nyelv és írásmód mellett hivatalos a horvát és a magyar is. Az elmúlt csak nem 11 évnek elégnek kellett volna lennie arra, hogy a szakszolgálatok és a közvállalatok eleget tegyenek ennek a határozatnak. A közvállalatok esetében kevés előrelépés történt. Az internetes oldalakon a magyar nyelv sok esetben egyáltalán nem található meg, vagy nehezen érthető internetes robotfordítással találkozhat a látogató.
Megszűnése az erőmű 1961. A meglévő kazán kezdeték használni fejlesztésére távfűtés. Építése a fűtési rendszer véget ért 1963-ban. Évig, majd elkezdte a rendszeres szállítás hőenergia. Ebben a szakaszban a hőt alapján készült szén az energia. Ma a PC Szubotička növény termel 138.500 megawattóra hőt egy fűtési szezonban. Ez a szabadkai távfűtőművek honlapján található, rövid, történelmi áttekintés magyar nyelven. A fordítás tartalmát vagy értelmét szemmel láthatóan senki sem ellenőrizte le, így került a honlapra. Megkerestük a közvállalat informatikusát, aki elmondta, a honlap kidolgozását egy ügynökség vállalta, de különböző okok miatt csupán a közbeszerzésekre vonatkozó részt frissítik folyamatosan. Dervo Ahmetovics megbízott igazgató elmondta, nem volt számára ismeretes a mulasztás. A Pannon RTV megkeresésére azonnal kapcsolatba lépett az ügynökséggel, és utasította őket a magyar nyelvű szöveg mielőbbi, napokon belüli javítására. A honlap felügyeletét végző cég vezetője holnapra ígért bővebb tájékoztatót. Több mint 100 000 lépték át a határt Röszkénél szombaton és vasárnap. A Magyarország felé tartóknak néha 6 órát is kellett várakozniuk, tájékoztatta a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-t. Szombaton és vasárnap összesen 81.735 utas lépett be Magyarországra, 23.626-on pedig kiléptek a teljes kapacitással működő röszkei határátkelőhelyen. A szabadságuk leteltével Nyugat-Európába visszainduló vendégmunkások miatt alakultak ki a hosszú kocsisorok. A rendőrök 118 utassal szemben intézkedtek, a járőrök a polgárőrökkel együttműködve pedig 102 határsértőt, köztük 15 gyereket fogtak el. A következő hétvégén is többnyire a Magyarország felé tartók számíthatnak várakozásra, ezért az illetékesek azt kérik az útnak indulóktól, hogy tájékozódjanak az aktuális helyzetről a magyar rendőrség honlapján, a polisz.hu-n. Az oroszok az összes almát felvásárolják Királyhalmon. A termelők szerint még 3-szor ennyit is el tudnának adni. Az Európai Unió mezőgazdasági termékeire vonatkozó orosz embargójának köszönhetően az északbácskai termelők sokat profitálhatnak. Sorban állnak az orosz kamionok a Királyhalmon termett almáért. A gazdák örülnek a kialakult helyzetnek, de nem isznak előre a medve bőrére. Kellemes meglepetés ért bennünket az idén a gyümölcs fölvásárlás kapcsán, habár nem vagyunk felkészülve még a szedésre, de egy-két nap alatt hozzá tudunk alkalmazkodni, mind a munkásokkal, mind pedig így a szállítással kapcsolatban. Az érdeklődés talán megnőtt, az árak viszont nem, tehát az árak nagyjából a tavaly előtti szinten vannak, és nagyobb áremelkedést nem is várhatunk. Hogy meddig tart ez az érdeklődés, azt pedig az idő majd meg fogja mondani. A szüret a várakozások szerint 2 hét múlva kezdődik, de a gazdák figyelme nem lankad. Az almásokat jelenleg még mindig kezeljük, permetezzük. Most már nagyon vigyázunk arra, hogy az élelmezési várakozási idő a szedésig leteljen, mert ezt nagyon fogják ellenőrizni, ezt a mi kormányunk és az orosz kormány is kihangsúlyozta, tehát csak is olyan alma mehet Oroszországba, aminek az élelmezés egészségügyi várakozási ideje már lejárt. A felvásárlóhelyeken az összes almát átveszik, a kifizetés azonnali. Az első alma, ami tulajdonképpen megindult, ez mucu volt, amit tulajdonképpen felpakoltunk, ami 35-től 40 dináros ár, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évhez viszonyítva ez nemhogy megduplázódott, hanem még több. Az északbácskai termelőket idén elkerülték a jégesők, így kiváló termés várható. Az orosz importőrök az összes almát felvásárolják. Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország külügyminiszterei 4 oldalú kerekasztal megbeszélést folytattak Berlinben vasárnap este. A találkozó fő témája a kelet-ukrajnai válság rendezésének lehetősége volt, de szóba került az ukrán határhoz érkezett orosz segélyszállítmány ügye, valamint az orosz katonai járművek behatolása Ukrajna területére. Csak néhány kérdésben történt előrelépés az ukrán válság rendezését célzó 4 oldalú találkozón Berlinben.
Az ukrán, az orosz, a német és a francia külügyminiszter részvételével megtartott tárgyalás 5 órán át tartott, az éjszakába nyúlt, a felek pedig szűkszavúan nyilatkoztak a fejleményekről. Nehéz tárgyalásokat folytattak. Néhány kérdésben azért mégis előrelépés történt, fogalmazott Frank-Walter Steinmeier, német külügyminiszter. A tárgyalásokon a harcok leállításáról és a polgári lakosság humanitárius megsegítéséről volt szó. A hét elején dől el, hogy hogyan folytatják a párbeszédet. Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter szerint a berlini tárgyalások kézzelfogható eredmény nélkül értek véget. Szerinte rendkívül nehéz tárgyalások folytak 5 órán át, de többszörösen 5 órát kellene egyeztetni ahhoz, hogy elmozdulás történjék. Klimkin a NATO-tól és az EU-tól katonai segítséget kért a szakadárok elleni harchoz. Varga László, a szerbiai parlament integrációs bizottságának elnök helyettese szerint van remény a békés rendezésre. Nem valószínű, hogy az Európai Unió katonai beavatkozást sürgetne. Ukrajna területi egysége mellett azonban továbbra is kiáll. Az Európai Unió attól kezdve, hogy életbe léptette a szankcióknak azon szintjét, amelyek jelenleg aktuálisak Oroszországgal szemben, nehezen tudna visszalépni, és nehezen tudná azt megengedni, hogy az ukrajnai válság az ne úgy rendeződjön, hogy Ukrajna területi épsége, területi integritása az megmaradjon. Természetesen a Krími félszigetet leszámítva azt gondolom, hogy abba beletörődött az Európai Unió, hogy azt Oroszország elfoglalta, visszafoglalta, hogy tetszik ugyanakkor a kelet-ukrajnai területtel kapcsolatban. Nem tudok elképzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy az Európai Unió elfogadná azt, hogy Kelet-Ukrajnát most Oroszország megszállja, hogy az ottani orosz kisebbség, illetve hát azon a területen többség valamiféle saját államot hozzon létre. A kelet-ukrajnai válság politikai megoldására tett kísérletek mindeddig sikertelenek voltak. A békés rendezésről szóló áprilisi genfi és a hasonló júliusi berlini megállapodás is kudarcot vallott. A válság egyre mélyül, a fegyverszünet pedig egyelőre elképzelhetetlen. Az orosz diplomácia vezetője a német fővárosban bejelentette, megegyezés született a kelet-ukrajnai válságövezetbe küldött orosz segélykonvoj ügyében a berlini külügyminiszteri találkozón. Szergej Lavrov azt mondta, valamennyi kérdést lezártak, és Ukrajna megállapodást kötött a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával a konvoj sorsáról. Részleteket nem közölt, így nem ismert, hogy nyitnak-e a segélyszállító teherautóknak biztonsági folyosót, ahol tűzszünet volna érvényben. Lavrov csupán annyit jegyzett meg, hogy a segítség rövidesen megérkezik oda, ahol szükség van rá. Az orosz külügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna keleti részét humanitárius katasztrófa sújtja. A lakosság szenved az előre nyomuló ukrán hadsereg támadásaitól, ezért fegyvernyugvásra van szükség, amiről azonban állította, az ukrán fél hozzáállása miatt nem sikerült megállapodni a berlini egyeztetésen. Az izraeli védelmi minisztérium elrendelte a gázai övezet szomszédságában futó vasútvonal leállítását. Attól tartanak, hogy az övezetből páncéltörő rakétákat indítanak a szerelvények és azok utasai ellen, ezért felfüggesztették a járatokat mindaddig, amíg az izraeli vasúttársaság fel nem szereli rakéta elhárítókkal a vagonokat. Hétfő éjfélkor jár le az 5 napos ideiglenes tűzszünet a gázai övezet palesztin frakciói és Izrael között, amelyet a tartós fegyvernyugvásról szóló kairói tárgyalások idejére kötöttek, de egyelőre nem világos, sikerül-e egyességre jutni az egyiptomi közvetítéssel folyó megbeszéléseken, és meghosszabbítják-e a nyugalmi időszakot. Ez a harmadik sikeres ideiglenes tűzszünet az erős szikla hadművelet július 8-ai elindítása óta. Az első után az övezetből heves rakétatámadás érte Izraelt, és a második lejárta előtt néhány perccel szintén több rakétát lőttek ki a szomszédos területekre. Ferenc pápa levélben üdvözölte Áder János Magyarország köztársasági elnökét és az ország minden állampolgárát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a köztársasági elnöki hivatal. Szívélyes üdvözletemet küldöm excellenciádnak és Magyarország minden szeretett állampolgárának abból az örömteli alkalomból, hogy Szent István védnöksége alatt most lesz nemzeti ünnepük. A mindenható Isten szerető gondviselésébe ajánlva a nemzetet imádkozom azért, hogy minden magyar továbbra is egy igazságra, az igazságosságra és az egységre épülő társadalom megteremtését segítse elő, írta a katolikus egyházfő.
összeöntötték a magyarok kenyeréhez érkezett adománybúzát Mohácson. A magyar és határon túli önkormányzatok által küldött felajánlásból augusztus 20-ára sütik ki és szegik meg a magyarok összetartozását jelképező magyarok kenyerét Pécsett. Az ország egyik legidősebb vízimalmába hozták a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát őrlésre. A mohácsi Szent Miklós malomban jelképesen több mint 1000 felajánló búzáját öntötték össze. Baranya megye. A molnárok szerint az idei magyarok kenyere a tavainál is finomabb lehet, mert több helyről érkezett az alapanyag. 1200-nál is több embernek a munkája, vagy cégnek a munkája van benne, és ez egy talán garancia is arra, hogy mindenki a legjobbát adta. A búzát Magyarországról, valamint az összes szomszédos ország magyar lakta településeiről ajánlották fel. A több mint 200 tonna búzához a Kovászt Kárpátaljáról, az Ezer Lelkes Verbőcről, míg a sót az erdélyi Parajdról hozták. Már minden megyéből jött búza. Korinek László a programsorozat ötletgazdája 4 éve indította útjára a jótékonysági rendezvényt, amiből már a Kárpát-medencei hagyomány lett. Össze tudunk fogni, és tudunk segíteni a rászorultakon. Úgyhogy nincs okunk aggodalomra. Van jövőnk. Látjuk, hogy már porzik, de már van szép liszt is. A lisztből augusztus 20-ára készítik el a magyarok kenyerét, amit Pécsett áldanak és szegnek majd meg. Emellett több ezer cipót is sütnek, amit meg lehet majd vásárolni a nemzeti ünnepen. A befolyt pénzt részben gyermekek étkeztetésére, a megmaradt lisztet pedig a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak adják, ahol több mint 2300 gyermek egyéves étkezését tudják ebből biztosítani. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szabadka közelében saját tanyáján épít szalmaházat Horváth Lehel építőmérnök. Nagy érdeklődés kísérte a Green Future elektronikus zenei fesztivált. Kaszás Dávid lett idén a legnagyobb paraszt Vajdaságban. Az entai 20 éves fiatal titán nem érte be a tavalyi 3. helyjel, 48 versenyző társát utasította maga mögé a vasárnap megtartott vajdasági parasztolimpián Topolyán. Fiákerrel hozták az új kenyeret vasárnap reggel a topolyai Sarlós Boldogasszony templomba. Hagyományosan kenyérszentelővel kezdődött az augusztusi ünnep Topolyán. Ez a síp volt. Léjjebb a fejed, nem csalunk! Ez pedig már a vásártéren megszervezett vajdasági parasztolimpia helyszíne. Szinte nincs is olyan délvidéki magyar lakta település, ahonnan nem érkeztek volna versenyzők a megmérettetésre. A magyar embernek itt a helye, képviseljük magunkat, mi szórványba élünk, úgymond kullán, nem sok magyar van sajnos manapság, de úgy gondoltuk, hogy érdemes, hogy évről évre megjelenjünk. Számos vicces, ügyességi és erőversenyen mérték össze tehetségüket a vetélkedőben résztvevők. Nem adták könnyen a legnagyobb paraszt címet a szervezők. Szándékosan választottuk ezt a kicsit kétértelmű címet, de egyrészt a figyelemfelkeltés volt ennek a jele, hogy kemény munkával kell nekünk minden nap megküzdeni, minden nap dolgoznunk, és próbálják ezt minden jobban értékelni, és erre próbáljuk felhívni a figyelmet. Guinness rekord kísérlet is helyet kapott a programok között. A világ legnagyobb pieszkavicáját próbálták megsütni a vállalkozó kedvű szakácsok. És tessék megfogni! A gyerekek sem unatkoztak, malacot és nyulat foghattak. Emellett főzőverseny is színesítette a tartalmat. A Petrencer úttartás volt az utolsó és rettegett versenyszám. Ebben a közönség kedvenc, Lajos a kanos, azaz a topolyai Kelemen Lajos diadalmaskodott. Számomra a legnehezebb a biciklitolás volt. Az nem tudom, most a biciklitől függött, vagy pedig én tőlem, de az volt a legnehezebb. Én szerintem még ez a prikolica tolás, mert életemben először csináltam. Végül Kaszás Dávid vehette át a nyertesnek járó koca utalványt. A 400 eurót érő tenyészkoca mellett övé a megtisztelő, legnagyobb paraszt titulus. Az ügyesség az nagyon sok fontos szerepet játszik, nagyon fontos még a hogy szerencséje legyen az embernek, mert bármikor főbír bukni, elcsúszni, és akkor már rögtön az értelmét veszti az a verseny, amit éppen művel. Az egész napos versengést utcabállal és tűzijátékkal fejezték be itt Topolyán. A 4. parasztolimpiára több ezren voltak kíváncsiak.
Olcsó és egészséges a szalmaház, és nem csak a mesében létezik. Szabadka közelében saját tanyáján épít szalmaházat Horváth Lehel építőmérnök. A ház koncerteknek és más kisebb rendezvényeknek ad majd otthont. A tervek szerint december 6-án avatják fel. Szalma, sárgaföld és víz. Ez a szalmaház alapanyaga. Horváth Lehel tanyáján ezeket az anyagokat keveri össze Bujocsics Bobán, aki az építkezésnél segít. A sarat kell a vízzel keverni hígra, és aztán rakjuk bele a szalmát, és nagyon pici sár kell a szalmához, csak hogy eltakarja. Daniel Szatmári épp a ház réseit tömi be szalmával. Ez a munkálat azért fontos, hogy a ház jól szigetelt és teljesen tűzálló legyen. Jelenleg a szalmát áztatjuk bele a sárba, és akkor tömködjük fent a lukakat ház sarkába, hogy a csikik, ha véletlenül beleesnek, akkor ne bírjon begyulladni. Így néz ki a szalma, a sár és a víz keveréke, ami a szalma ház réseinek kitöltésére szolgál. Horváth Lehel mérnök mindennapjaiban nagy szerepet kapnak a természetes alapanyagokból készült dolgok. Fontosnak tartja, hogy az ember közel kerüljön a természethez. Ezt az elméletet mára egy szalmaház felépítéséig fejlesztette. Nagyon olcsó, mert az egészség megfizethetetlen. Kettő, föntartható. Mindig lesz szalma, mindig lesz sár a vidékünkön, mindig lesz akácfa. Föntartható az építkezés, nem fog elfogyni soha. Nem fog fölmenni az ára, gondolom én. És egy ilyen házat föntartani, tehát technikailag nem kellene hozzá mesterek, mert hiszen nincs klíma, már nem kell. Szellőzőművek nem kell. Fűtőrendszer nem kell ilyen mester, mert ez magától működik szinte. A szabadkai építés számára nagyon fontos, hogy terjessze a szalmaház építés technikáját. Elmondta, családbarát házról beszélünk, ami gyerekeknek is előnyös. Augusztus 31-én a helyi érdeklődőknek szervez kalákát, ahol a felnőttek és a gyerekek közelről is megismerhetik a házépítés fortéjait. Szent István napi ünnepség volt vasárnap Törökkanizsán. A Városháza előtt megtartott rendezvényre több százan voltak kíváncsiak. Az idei Szent István napi ünnepséget is gyermekprogrammal kezdték, amelyet már hagyományosan a Törökkanizsai Egyesület szervezett meg. Az érdeklődők kipróbálhatták az ugráló várat, a lovaglást és különböző kézműves foglalkozásokat. A rendezvény fellépői felvonultak a város főutcáján, majd szent misén vettek részt. A művelődési műsort a zentai fúvós zenekar nyitotta meg, majd ünnepi beszédet mondott Újhelyi Nándor, a KKT elnöke. A magyar nép vérzivataros századai során úgy tudott megmaradni és önazonosságát megőrizni, hogy hű maradt a Szent Istváni értékrendhez és szellemiséghez. A legkilátástalanabb időkben is kitartottunk a Szent Korona és államalapító királyunktól kapott keresztény hitünk mellett. Bát maga itt is, lány, szedd össze a hatacári ruhádat, hogy ne fájjon a legény szíve utána. A helyi Tiszagyöngye Művelődési Egyesület összes szakcsoportja fellépett a rendezvényen, valamint érkeztek vendégelőadók a magyarországi deszkről és adóriányról is. Nagyon fontos Törökkanizsa és a környező község lakossága, magyar lakossága szempontjából is, hogy érezzék a közösségi összetartozásunkat. A rendezvény a magyar kanizsai Eridánus zenekar koncertjével és tűzijátékkal zárult. Kenyérkészítést és népi szokások bemutatását szervezték meg Budiszaván. A hagyományos cipősütésben a legfiatalabbak vehettek részt, így készültek a kenyérszentelési ünnepségre. Nagy volt az öröm a gyerekek körében, hiszen saját kezűleg dagaszthatták a tésztát, így ismerkedve a régi, hagyományos kenyérkészítési folyamattal. Először élesztőt, akkor vizet és lisztet belerakunk, aztat akkor jól megdolgozzuk, megdagasszuk, és akkor már lehet is gyúrni. Nagyon vártam már ezt az ünnepet. Azt fogom megtanulni, hogy hogy kell a kenyeret dagasztani, meg sütni úgy, ahogy régen. Összekevertük mostan az élesztőt, a vizet, meg a lisztet, és most dagasztjuk.
Míg a gyerekek dagasztottak, a felnőttek történelem órát tartottak Szent István királyról. Ezután következett a szavalás. Boldás János, új kemény, az új búza már ömlik a garatra, a föld hálás volt, most is kivetett, hogy új kenyér került az asztalodra. A hagyományokról általában viszont ápolni kell, mint az ismereteket, elejénkről, szokásainkról, dalainkról, néptáncainkról, mert a hagyomány az a nemzetet megtartja. Aki nem tiszteli elejének a szokásait, kultúráját, az a nép hamar elvész. A műsor végén a legfiatalabbak megkóstolták a friss kenyeret, amelyet ők dagasztottak. Megjelentetésre javasolt a Pannon RTV munkatársának, Vadlövő Gabriellának az Üstökös című novelláját a 2014-es Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat Bíráló Bizottsága. A Szent Tamási Gion Nándor Emlékház az idén harmadik alkalommal hirdette meg a Gion Nándor Szépirodalmi Pályázatot a Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Fórum Könyvkiadó Intézettel karöltve, regény és novella pályázatot, Szent Tamás községgel közösen pedig műfordítói pályázatot hirdettek. A novella pályázat keretében 20 pályamunkát értékeltek. A bizottság a kolozsvári Böjte Pál Szombat este az Ecsetgyár utcában című írását ítélte a legjobbnak. Az egyhangulag meghozott határozat értelmében a regénypályázat díjnyertese a szabadkai Móra Regina Peremlakók családtörténet a Marson című pályaműve lett. A díjkiosztó ünnepséget augusztus 30-án 11 órakor szervezik meg a Gion Nándor Emlékházban. Nagy érdeklődés kísérte a Green Future elektronikus zenei fesztivált, amelyet Zenta után idén Adán szerveztek meg. Több mint 40 fellépőt hívtak meg, többségében DJ-k szórakoztatták a fiatal közönséget. Az ötnapos fesztivál zárónapján a belépőjegyekből származó bevétel egy részét jótékonysági célokra ajánlották fel. Jól érezték magukat a fiatalok a Green Future Fesztiválon. Napközben kártyáztak, beszélgettek, este pedig koncertre mentek. Szerda óta vagyunk itt, és nagyon jó itt, legalábbis tavalyihoz képest, mert elsősorban van medence, meg nagyon jó volt nulladik este a medencés parti. Még szerencsére jó idős volt. És igen, finom a sör, sokat kártyázunk, jó a társaság. Voltak, akik szerda óta a helyszínen táboroztak. Itt vannak a barátok, ők ne lennének, akkor talán nem is lenne ennyire jó, mint ahogy. És hát jó, mert hát fürdeni. Az ötnapos Green Future elektronikus zenei fesztivált az Adai medencénél szervezték meg. Az üzemeltető már nyár eleje óta együttműködik a szervezőkkel. Június első hétvégéjétől minden szombaton este az Adica közvállalat, illetve a Green Future civil szervezet úgymond fiataloknak diszkót szervez. És ezáltal a fiatalok kedvelik is ezt a helyszínt. Talán ez buzdította a Green Future szervezetet, hogy egy komolyabb szervezést közösen véghez tudjunk vinni. A sportnak is fontos szerepe volt a rendezvényen. A zárónapon jótékonysági foci meccset is szerveztek a magyar DJ válogatottal. A helyi öreg fiúkkal játszottunk, 10-6-ra ők nyertek, ők még kondiba voltak, meg hát ugye mi fáradtak voltunk, de nagyon élvezetes volt és jó meccs volt, tehát nagyon barátságosak voltak a srácok és élveztük minden pillanatát. A Green Future Fesztivál szervezői a belépőkből vasárnap befolyt összeg egy részét jótékonysági célra fordítják. A Zentai Kórház gyermekosztályát, a Napocska civil szervezetre Adai és az Adai Csakároly általános iskolára lehetett szavazni, és a Facebook szavazás alapján a gyermekosztály, az Zentai Kórház gyermekosztálya lett a nyertes, úgyhogy majd nekik pénzadománnyal vagy valamilyen gép beszerzésével fogunk segíteni. A Green Future Fesztivál látogatottsága idén nagyobb volt, mint tavaly. 1500 napi jegyes és több mint 1000 heti bérletes fiatal vett részt a programokon. Polgár Judit a The Times magazinban szerdán megjelent interjújában bejelentette, hogy visszavonul a versenyszerű sakkozástól. A 38 éves sakkozó
25 éve, 1989. január 1-je óta vezeti a női világranglistát. A nővéreivel, Zsuzsával és Zsófiával, valamint Mádul Ildikóval alkotott válogatottal 1988-ban és 1990-ben olimpiai bajnoki címet szerzett. Egyik legnagyobb sikerét 2003-ban érte el, amikor egy neves hollandiai tornán veretlenül második helyen végzett. Polgár Judit 10 világbajnokot és világelsőt győzött le pályafutása során, így nem véletlen, hogy a The Times azzal a címmel búcsúztatta el, hogy a királynő, aki leleplezte a királyok arroganciáját. A két gyerekes családanya a jövőben alapítványára és az iskolai sakkoktatás további népszerűsítésére kíván fokozott figyelmet fordítani. A Híradó Plusz mai vendége Maglai Jenő Szabadka polgármestere. A téma pedig a város közbiztonsága. Köszöntöm stúdiónkban. Tiszteltem, jó napot kívánok! Hogy ítéli meg a mai Szabadka közbiztonságát, illetve a környező települések közbiztonságát? Talán kezdjük ezzel. Ezt már többször is elmondtam, úgy gondolom, hogy messze van attól a követelményektől, amelyeket a polgárok is elvárnak tőlünk. Tudni kell azt, hogy a közbiztonságot elsősorban a rendőrség, a belügyi minisztérium kell, hogy szavatolja. Az önkormányzatnak nem túl sok hatásköre, illetve már nem minimális hatásköre van a közbiztonság szavatolásával kapcsolatban. Attól függetlenül az önkormányzat próbál ráhatni a belügyi szerveknek a dolgozóira, illetve vezetőire arra vonatkozóan, hogy javítsanak a helyzetén. De vannak sikerek erre vonatkozóan? Tehát tudjuk azt a híradásokból, hogy ön azért több próbálkozást is tett erre vonatkozóan. Nekem állandó kommunikáció van a rendőrfőnök úrral, illetve a legközelebbi munkatársaival. Több alkalommal olyan lépéseket tettünk, amelyekkel próbáltuk valamilyen módon enyhíteni azt a közbiztonsági helyzetét, amely azt gondolom az adka szintén rossz. Itt elsősorban arra kell kitérnünk, hogy a vagyonelleni bűncselekmények a száma szaporodott el az utóbbi időben, és az aggaszt a legjobban a polgárokat. Természetesen van egy pár ilyen kirívó bűncselekmény is, amely a gyilkossággal kapcsolatos, amely nemrég történt Szabadkán, és azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrség több olyan intézkedést kellene országos szinten foganatosítani a belügyi minisztérium, illetve az igazságügyi minisztérium részéről, hogy hatványozottabban jobb legyen a helyzet. Ami az önkormányzat illeti, mi elmondtuk, és valójában itt is indult az a program, amelyet beígértünk, a térmegfigyelő kamera rendszernek a telepítés az elindult Szabadkán, gondolom, hogy őszig be is fogjuk fejezni. Ez az első év és az első alkalom arra, hogy egy ilyen program megvalósul Szabadka területén. 9 helyen 14 kamerát fogunk telepíteni, ez csak az első része az egész programnak, több évig fog ezt tartani, és azt gondolom, hogy ezáltal tudnánk komolyabb mértékben visszaszorítani, illetve könnyebb megkönnyíteni a rendőrség munkáját az elkövetők felderítésére vonatkozóan. Kérvényeztük a kommunális rendőrség számának a növelését is. Erre vonatkozóan is várjuk a jóváhagyást. Több alkalommal beszéltünk már Belgrád illetékesekkel, reméljük, hogy meg fogjuk kapni, és eleve az év végig még 10 pár kommunális rendőrt tudunk hadrendbe állítani, vagy azt mondom, hogy állományba állítani, amelyel valamilyen módon tudnánk egy kicsit ráhatni arra, hogy a helyzet más legyen. Őszre a csőszolgálat is meg lesz erősítve. És ami azt gondolom talán a legfontosabb az, hogy a rendőrségnek az állományát is ki kellene bővíteni, meg kellene erősíteni. Én remélem, hogy azok az ígéretek, amely tavasszal elhangzottak, hogy a rendőrség állománya 30 személlyel itt Szabadkán meg lesz erősítve, és ezen belül pedig magyar nyelvű rendőrök, vagy magyar nemzetiségű rendőrök is többen helyet kapnak a rendőrség kötelékében, ez meg fog valósulni. Most folynak a jövendőbeli fiatal rendőrállományba vonulóknak a válogatása. Én remélem, hogy sikerül elérni azt, hogy több olyan magyar fiatal is valójában rendőrség kötelékébe kerüljön, akik azután talán segítenének, vagy hatékonyabban tudnák ellátni a munkát, mivel a nyelvismeret az mindenféleképpen segítene. Térjünk egy picit vissza a gyilkosságra, sajnos nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Nem csak Szabadkát, Bajmokot, ezt a területet, hanem az egész országot megrázta ez a történet. Milyen volt akkor a kapcsolat a szabadkai rendőrfőnökkel, tehát a városvezetés részéről, illetve a belügyminiszterrel? Tájékoztatva voltunk ezekről a dolgokról. Természetesen, mivel az önkormányzatnak nincs hatáskör, akkor nem is szerettünk volna ebbe beleavatkozni, viszont első kézben a rendőrfőnök úrral, illetve segédjével több alkalommal is beszéltem ezzel a ügyel kapcsolatban, még meg nem lett találva az elkövető. Igazából azt gondolom, hogy
nagyon nagy előrelépés az, hogy most ebben az esetben az elkövetőt felfedték, és bíróság elé lesz állítva, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy elég komoly, hát azt mondom, hogy olyan álláspontok voltak, hogy a rendőrség nem tudja hatékonyan elvégezni munkáját, hiszen mai napig az előző kislánynak, a milicának a gyilkosai nem kerültek elő. Tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt úgy szintén Szabadkán egy brutális gyilkosság történt, de amíg amelyre vonatkozóan a mai napig az elkövetőket nem találták meg, vagy az elkövetőt. És azt is kell tudni, hogy Bajmokra vonatkozóan különösen kielezett volt ez a helyzet, hiszen Bajmokra vonatkozóan az utóbbi 5-6 évben 4 gyilkosság történt, és abból sajnos egy esetben találták meg csak az elkövetőt, másik 2 esetben nem, most ebben az esetben megtalálták, tehát a 4 gyilkosságból eddig 2 gyilkosság esetében felfedték az elkövetőket. Sajnos 2 gyilkosságra vonatkozóan, Bajmokra vonatkozóan mai napig nem találták meg az elkövetőket. És milyen a helyzet egyébként? Most hogy gondolkodnak a bajmokiak? Jobban félnek, vagy másként próbálják a gyerekeiket védeni? Én azt gondolom, hogy a szülőknek is egy részben a felelőssége az, hogy jobban odafigyeljenek a gyerekekre. Tehát azt gondolom, hogy 14-15-16 éves kamaszlányok vagy kamaszfiúknak hajnali 1-2-3 órakor nincs mit keresniük közterületeken. Azt gondolom, hogy erre vonatkozóan is a családnak hát azt mondom, hogy a nevelése, a családon belül odafigyelés, az kiemelt szerepet kellene, hogy játszon, hiszen ha a családok is jobban odafigyelnek a gyereknevelésre, illetve arra, hogy ezek a kiskorú gyerekek ilyen időtájban már ne az utcán tartózkodjanak, hanem otthon, akkor valószínű jóval kisebb az esély arra, hogy bármi történhessen velük. És valószínű, hogyha más nem, akkor legalább annyit tehetnek, hogy csoportosan közlekednek az este folyamán a fiatalok. Említette a térfigyelő kamerák kihelyezését, az új kommunális rendőrök felvételőről is szó volt. Mi a helyzet a városon kívüli településekkel? Itt most ugye legelőször Csantavérre gondolunk, ahol hát nap mint nap mindenféle betörések történnek. Ott tudnak valamit tenni? Hát a Csantavérre vonatkozóan igazából az a lépés, amely a rendőrség állomány megerősítését illeti, az megtörtént. Magyarul tudó rendőrtiszt került ki Csantavér, aki civilben nyomozó, aki tud kommunikálni a polgárokkal is, illetve valójában segít az ottani rendőrállomás munkáján. Az eredményeket már meglátjuk. Úgy szintén 2 rendőrre meg lett erősítve Csantavéri rendőrállomás, de azt gondolom, hogy ez nem fog merőben változtatni a helyzetén. Azt gondolom, hogy magának, nekünk, az önkormányzatnak, az államnak is komolyabb támogatást kell majd biztosítania. Elsősorban a roma populációnak hát azt mondom, hogy a társadalom belüli helyzetének a javítására vonatkozóan. Sajnos nem várhassuk el, hogy erről van szó, és ez egy több éves vagy több évtizedes probléma, illetve folyamat kell, hogy legyen, hogy megpróbáljuk azokat a roma populációhoz tartozó fiatalokat valamilyen neveléssel és odafigyeléssel olyan irányba terelni, hogy elsősorban a munkából és a normális élet által próbáljanak megélni, nem pedig egy más irányba mozduljanak el, természetesen másosorban pedig valamilyen formában a települést is gazdaságilag meg kellene erősíteni az elkövetkező szóval, hiszen tudjuk, hogy mindenhol azért valamilyen formában a vagyonelleni bűncselekményeknek a hátterében ott van ez a nagy szegénység és ez a komoly gazdasági probléma, amely az egész országot, illetve az egész régió csúcsa. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, további sikeres munkát kívánok. Köszönöm a lehetőséget, igyekezni fogok. A híradó végén pedig jöjjenek a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Megnyílt az Európai Régiók Közgyűlésének nyári akadémiája. Kevés közvállalatban tartják tiszteletben Szabadkán azt, hogy 3 nyelv a hivatalos a városban. Az oroszok az összes almát felvásárolják Királyhalmon. Kaszás Dávid lett idén a legnagyobb paraszt Vajdaságban. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Nézzék és hallgassák továbbra is műsorainkat. Viszontlátásra!